Molnár Kata, a Tolnai megye székely korábbi jegyzője, ez év augusztusában jelentette be távozását. Ezután Göttlinger István aljegyző látta el a jegyzői feladatokat. Ács Rezső Szekszárd polgármestere most jelentette be, hogy megvan Szekszárd új jegyzője. A városvezető kijelentette, a hivatal működése szempontjából ez egy fontos lépés, mert az elmúlt hónapokban fennakadások voltak a munkában. A jegyző személyének kiválasztásánál is azt az elvet követtük, hogy pályáztatás volt. Miután az első fordulóban nem sikerült választani, ezért még egyszer írtuk a pályázatot. A 5 évében foglalt feltételek szerint 4 pályázó volt egyébként összesen, és ebből a gyakorlat az előélet alapján egyértelműen dr. Gábor Ferencre esett a választás. Gábor Ferenc több mint 12 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, korábban hőgyész, majd Dombóvár jegyzője volt. 2015-től 2020 elejéig a Tolna megyei önkormányzat főjegyzőjeként dolgozott. Én azt kértem jegyző úrtól, hogy a hivatal működésében a jó szakemberek megtartása mellett, mint cél mellett azt fogalmazzam meg, hogy lehet-e még jobban, még hatékonyabbá tenni a hivatalt, ezen gondolkodjon el, de természetesen bármilyen módosítás, változtatás csak a polgármester egyetértésével történhet. Én azt gondolom, hogy ezzel most egyfajta nyugalom közvetlődik a városházára. A katonai, rendőrtiszti főiskolákat és jogi egyetemet is végzett Gábor Ferenc azt mondja, az önkormányzati projektekre fókuszál majd a munkája során. Az a célja, hogy a 195 fős szekszárdi polgármesteri hivatalban stabilizálódjon a helyzet, a felesleges munkaterhelés és a bizonytalanság megszűnjön. Én két területre fókuszálok, és ezt látom, hogy ezt kell segíteni. Az egyik az a stratégiai és tervezési osztály feladatai, tehát alapvetően az önkormányzati projektek, ami, ha jól emlékszem, 30 folyamatban lévő projektről van szó, és ezen túl az önkormányzati osztály, ami az önkormányzat és a közgyűlés szervei, tehát alapvetően a bizottsági munkának a hatékonyságának a növelését célozza. Ez a két terület, ami azt gondolom, hogy fókuszálni kell. Gábor Ferenc azt mondja, még nem ültek le egyeztetni Bomba Gáborral a közgyűlésben egyfős többséggel rendelkező Ilyen Szekszárd frakció vezetőjével, de a későbbiekben tervezi, hogy ezt pótolja.